Országszerte tiltakoztak a Demokratikus Koalíció képviselői, képviselőjelöltjei az október 23-án történt példátlan eset ellen. Kiderült ugyanis, hogy a CBA üzletlánc vezetősége kötelezte dolgozóit a békemenetben való részvételre, megsértve ezzel a dolgozók szabad döntési lehetőségét, a demokrácia alapelveit. A CBA tulajdonosai jobboldali kormánypártiak. Ezzel semmi baj sincs, szívük joga. A CBA tulajdonosai cselekvően támogatják Orbán Viktor kormányát, anyagileg, erkölcsileg is. Ezzel sincs baj, az ő pénzük és az ő erkölcsük. Orbán Viktor kormánya is támogatja a CBA tulajdonosait, főként az üzletláncok törvényben biztosított kedvezményekkel és kivételekkel. Ezzel már van egy kis baj, mert amiből támogatják, az a mi pénzünk. De annyi helyre szórják a pénzüket, hogy ezért még külön igazán nem tiltakoztunk volna. Csak hogy a CBA tulajdonosai kormánytámogató buzgalmukban átléptek egy, pontosabban két olyan határt, ami tűrhetetlen. Először is mozgósították a dolgozóikat, hogy vegyenek részt az október 23-ai békemeneten, ennek befejezéseként pedig a Hősök terén megtartott kormánypárti rendezvényen, és hallgassák meg Orbán Viktort. Tekintettel a dolgozók kiszolgáltatott helyzetére és az erre felszólító körlevél meglehetősen nyomatékos hangvételére, nehéz ezt másként értelmezni, mint nem is nagyon burkolt fenyegetésként. Aki meg akarja őrizni az állását a cégnél, az legyen ott. Nehéz elképzelni, hogy a jelenlegi foglalkoztatási helyzetben és a munkatörvénykönyvének a dolgozókat a munkáltatók kénye kedvének kiszolgáló módosítása ismeretében akadt volna dolgozó, aki ennek a felhívásnak nagyon is nyomós és ménytárlandó indok nélkül ellene mert volna szegülni. Az ünnep jó alkalmat teremt arra is, hogy nemzeti kormányunk iránt érzett szimpátiánkat is kifejezzük, írják a levélben. Ugyan ki az a dolgozó, akik érezzen bár még oly kevés szimpátiát nemzeti kormányunk iránt, megmeri tagadni ennek kifejezését. Másrészt a levél nem hagy kétséget afelől, hogy írói mindazokat, akik ezt a nemzetinek csúfolt kormányt nem támogatják, posztkommunista, liberális gazembernek tekintik, aki lépten nyomon elárulja hazánkat. A választók többsége mindazok, akik a felmérések szerint elégedetlenek, ezzel a kormánnyal ismét ki vannak rekesztve nemzet keveléből. Ismét a kormány azonos a hazával, aki pedig a kormány ellen van, az hazaáruló. A Demokratikus Koalíció kijelenti, eddig és ne tovább. Elegünk volt. Elegünk volt a vádaskodásból, elegünk volt a mocskolódásból, elegünk volt a kirekesztésből. Elegünk volt a gátlástalan Fidesz propagandából. Elegünk volt a megfélemlítésből, a dolgozók kiszolgáltatottságából. Felszólítjuk mindazokat, akik nem kívánnak azonosulni Orbán Viktor rendszerével, bojkottálják jövőben a CBA-t. Felszólítjuk mindazokat, akiket a kormány megbántott, megalázott, érdekeiben sértett, kerülje jövőben a CBA boltokat. Felszólítunk minden jó érzési polgárt, ne vásároljon ott, ahol őt gazembernek tekintik. Legyen elég. Köszönöm, hogy meghallgattak.